Károly bácsival sokat beszélgettünk. Ő mindenben segítségünkre volt, többek között egy cuhárétról hívott össze a házánál. Azt a következést vontuk le, hogy a kunság ezen részén a táncolás módja improvizatív, egyéni jellegű. Ebből következik, hogy a sokat emlegetett kuvertunk feltevésünk szerint nem önálló külön tánc volt, hanem egy vagy több kiváló táncos egyéni teljesítménye. Ennek tudható be, hogy a verbum nem öröklődhetett, mivel nem volt kötött tánc. Turka egy verbum! A csárdásnő kifestett lányát baljával karolja, jobbjával egy csempepalacból a csárda bicskalőrét kortyolja. Szemeit lehúnyva, majd hogy nagyot hívott, kezd rá a nótára.